A következő nap úgy kezdődött, mint az első. Fölkelés és öltözködés a fagyúgyertya világánál. Csak az volt a különbség, hogy a mosakodás szertartásáról le kellett mondanunk, mert a vödökbe belefagyott a víz. Tegnapról mára megváltozott az idő, éres északkeleti szél sűvített be hálószobánk rosszul záródó ablakain, már az éjszaka diderektünk a takaró alatt, és mondom, a víz jéggé fagyott. A hosszú, másfél órás imádkozás és biblia olvasás alatt azt hittem, végem van, annyira szenvedtem a hidegtől. Végre átmehettünk reggelizni, ezúttal az apkását nem égették oda. Ehető volt az étel, de az adag kicsi, hú, milyen borzasztóan kicsi. Kétszer ennyit is be tudtam volna kebelezni. A nap folyamán besoroltak a negyedik osztályba, megkaptam a napi rendet. Idáig csak nézője voltam a lóvúdi eseményeknek, most már magam is tevékenyen részt vettem mindenben. Minthogy Gateshead-ben nemigen tanultam könyv nélkül semmit, a feladatokat eleinte rendkívül hosszúaknak és nehezeknek találtam. Az órák gyakori változása megzavart, és boldog voltam, amikor délután 3 óra körül Miss Schmidt egy-két jarnyi batiscsíkot nyomott a kezembe, tűt és gyűszűt is adott, s leülhettem egy csendes sarokban, hogy beszegjem az anyagot. Ebben az órában a legtöbben vartak, csak Miss Thatcher tanult az egyik osztályjal. Minthogy csend volt, hallani lehetett a növendékek feleleteit, Miss Thatcher magyarázatát és rendreutasításait. Történelem óra volt. A tanulók között felismertem tegnapi barátnőmet. Az óra kezdetén az asztal felső végén ült, de valami kiejtésbeli hiba miatt, vagy mert nem figyelt a pontra a mondat végén, az asztal legvégére állították. Miss Thatcher még ott sem hagyta őt békében, állandóan szemmel tartotta és viszkálta ilyenféleképpen. Burns, úgy látszik ez volt a neve, itt a lányokat vezetéknevükön szólították, amint másodt a fiúkat szokás. Burns, ne álljon olyan csámpásan, fordítsa kifelé a sarkát. Burns, húzza be az állát. Burns, ne hajtsa le a fejét, egyenesen álljon. Egy-egy fejezetet kétszer egymás után végig olvastak, azután be kellett csukni a könyveket, s a tanítónő kikérdezte, amit olvastak. Első Károly uralkodásáról tanultak, és sok mindenféle kérdés hangzott el ültartalomra, súlymértékre, fuvardíjra vonatkozóan. A lányok legnagyobb részt nem tudtak felelni a nehéz kérdésekre, ám Burns mindenre megfelelt. Kitűnő emlékező tehetsége lehetett, az egész lecke a fejében volt, és mindig jól felelt. Azt hittem, Miss Thatcher meg fogja dicsérni, de ehelyett egyszerre így kiáltott fel. Haszontalan, piszkos teremtés! Maga ma nem tisztította meg a körmét. Burns nem felelt. Nem értettem, miért tűri ezt szótlanul. Miért nem mondja meg? Gondoltam, hogy sem a kezét, sem az arcát nem moshatta meg, mert a víz befagyott. Nem figyelhettem oda tovább, mert Miss Schmidt arra kért, hogy tartsak neki egy matrink pamutot. Nyarat azt legombolította, mindenfélét kérdezgetett tőlem. Hogy jártam-e már iskolába, tudok-e rajzolni, varni, kötni? Amíg a gombolítás el nem készült, nem láthattam, mi történik Miss Thatcher körül. Mikor visszaültem a helyemre, a szigorú hölgy éppen egy számomra érthetetlen parancsot adott. Burns átment abba a fülkébe, ahol a könyveket tartották, de fél perc múlva visszajött virgáccsal a kezében. A virgácsot udvarias hajbókolással átnyújtotta Miss Thatchernek, azután, anélkül, hogy erre felszólították volna, leoldozta kötényét, a tanítónő pedig rögtön rácsapott a virgáccsal a nyakára, legalább 10-szer vagy 12-szer. Burns szeméből egyetlen könycsepp sem hullott, és még az én kezemben megállt a tümet, ujjaim remegtek tehetetlen felháborodásomban, Burns elgondolkodó arcának egyetlen vonása sem változott. Makacs teremtés! Förmet rá Miss Thatcher. Soha sem fog leszokni erről a lomposságról. Vidd vissza a virgácsot a helyére! Burns engedelmeskedett. Lopva ránéztem, mikor visszajött. Éppen dugta vissza zsebkendőjét a zsebébe, és keskeny arcán egy könycsepp nyoma fény lett. Az esti játszóra volt a nap legkellemesebb része.
Az a falat kenyér, az a korty kávé, amelyet 5 órakor elfogyasztottunk, ha nem csillapította is éhségünket, kissé felfrissített. A nap feszültsége valamicskét lazult, a tanterem melegebbnek tetszett, mint reggel, este felé fölélesztették a tüzet, hogy világítson a gyertyák helyett. A gyertyákkal ugyanis erősen takarékoskodtak. A tűz vöröses fénye, a felszabadult lárma, a hangok zűrzavara, a szabadság jó leső érzését ébresztette fel bennünk. Annak a napnak estéjén, amelyet Miss Thatchert virágáccsal megverte tanítványát, mint rendesen, egyedül, társtalanul tévelyektem a padok és asztalok, a leányok nevetgélő csapatai között. De azért nem éreztem magam elhagyatottnak. Néha kinéztem az ablakon. Erősen havazott, az alsó ablakokat már befutta a hó. Ha a fülemet az üveghez szorítottam, a terem zsibongásán túl is tisztán hallottam a szél vigasztalan nyöszörgését. Ha meleg otthonból, szerető családi körből kerülök ide, ebben az órában bizonyára erősen vágyottam volna haza. Így azonban a szélvihar és a belső lárma csak nyugtalanná, szinte lázosan izgatottá tett. Bár még kísértetiesebben üvöltene a szél, hunynak ki a parás, hogy teljesen sötét legyen idebent, és a zaj fülsiketítővé fokozódnék. Padokon keresztül ugrálva, asztalok alatt mászkálva eljutottam az egyik kandallóhoz. Ott találtam Burns-t, a rács előtt kuporgott, s a hunyó parás gyönge világánál elmerülten olvasott egy könyvet. A lárma nem zavarta. Még mindig a Reszalészt olvasod? Kérdeztem, mögéje kerülve. Azt, éppen most fejeztem be. 5 perc múlva csak ugyan becsapta a könyvet. Ennek nagyon örültem. Most talán hajlandó lesz egy kicsit beszélgetni, gondoltam, és letelepettem mellé a padlóra. Mi a keresztneved? Ellen. Messziről jöttél? Észak felől jöttem, Skócia határáról. És visszamész valaha? Remélem. De a jövőben nem láthat senki. Biztosan várod, hogy Lovewoodból kiszabadulj. Azt nem mondhatnám. Azért küldtek Lovewoodba, hogy tanuljak és művelődjem. Amíg a célt el nem értem, miért mennék el? De hát az a tanítónő, az a Miss Thatcher olyan kegyetlenül bánik veled. Kegyetlenül? Egyáltalán nem. Csak szigorúan. Ostorozza a hibáimat. Ha én a te helyedben lennék, én bizony gyűlölném őt. Csak azért se tenném, amit parancsol, ha azzal a virgáccsal rám csapna, kicsavarnám a kezéből, az orra előtt ketté törném a virgácsot. Valószínű, hogy csak mondod ezt, és nem tennéd meg. Ha megtennéd, Mr. Blackerhurst kicsapna az intézetből, ez pedig nagy szomorúságot okozna hozzátartozóidnak. Sokkal okosabb, ha az ember türelmesen elviseli azt, ami csak neki fáj, mintha hirtelenében olyasmit tesz, aminek káros következményeit mások is megsínlik. Különben a Biblia is azt mondja, hogy jóval fizessük vissza a rosszat. De mégis gyalázat, hogy megvernek és kiállítanak a terem közepére. Hiszen te már nagy lány vagy, én sokkal kisebb vagyok, mint te, de én ezt nem tűrném. Pedig ha nincs más választásod, kötelességed elviselni. Gyöngeségre és oktalanságra val, ha valaki azt mondja, hogy nem tudja elviselni, amit a sors rám ér. Ámultan hallgattam. Nem tudtam megérteni, hogyan lehet kötelességünk az igazságtalan büntetést elviselni. Még kevésbé értettem azt, hogy kínzójáról elnézően beszél Ellen. Úgy éreztem, Ellen Burns olyan szempontból nézi ezeket a dolgokat, amelyet én még nem érek fel ésszel. Lehet, hogy neki van igaza, lehet, hogy nekem. Most nem mélyedek bele, majd máskor. Azt mondod, hogy Miss Thatcher a hibáidat ostorozza? Miféle hibáid vannak, Ellen? Én úgy látom, hogy te nagyon jó vagy. Ha úgy látod, akkor tanul meg tőlem, hogy nem szabad a látszat után ítélni. Igaza van Miss Thatchernek, hogy lompos, rendetlen vagyok, ritkán rakom helyére a holmimat, és soha nem tartom rendben. Felületes vagyok, megfeledkezem az intézeti szabályokról, olvasok, amikor tanulnom kellene. Nem tudom beosztani az időt, és néha én is, mint te, úgy érzem, hogy képtelen vagyok alkalmazkodni az intézeti rendhez. Miss Thatcher, aki természeténél fogva rendes, pontos, módszeres,
Persze nagyon bosszankodik ezen. Azért nem kellene olyan mérgesnek és kegyetlennek lennie, mondtam, de Ellen nem adott igazat nekem. Mondd csak, Miss Temple is olyan szigorú, mint Miss Thatcher? Miss Temple nevének hallatára lágy mosoly suhant át Ellen komoly arcán. Miss Temple maga a megtestesült jóság. Neki fáj, ha szigorúan kell szólnia valakihez, akár az intézet legrosszabb növendékéhez is. Ő is látja hibáimat, de ő szelíden figyelmeztet. S ha rászolgálok a dicséretre, megdicsér. Hogy milyen megrögzötten rendetlen vagyok, azt abból láthatod, hogy még az ő jóságos, okos figyelmeztetései sem fognak rajtam, s hogy bár dicsérete boldoggá tesz, mégsem igyekszem megjavulni. Ez furcsa, mondtam, hiszen rendesnek lenni igazán nem nehéz. Neked nem. Figyeltelek ma reggel, és láttam, hogy milyen odaadóan hallgatod Miss Miller magyarázatát. Az én figyelmem minduntalan elkalandozik. Ha Miss Thatcher a leckét magyarázza, gyakran rajta kapom magam, hogy még a hangját sem hallom. Elálmodozom az órák alatt, azt képzelem, hogy otthon járok, Northumberlandben, és annak a kis patagnak a csobogását hallom, amely a házunk mellett csörgedez Debdénben. És aztán, persze, mikor felszólítanak, visszazuhanok a valóságba, és minthogy nem a leckére figyeltem, hanem a képzeletbeli patak csobogására, nem tudok felelni. Mégis milyen jól feleltél ma délután. Az merő véletlen volt. Ma ugyanis érdekelt az, amiről a történelem órán tanultunk, és ezért ma nem Debdenről álmodoztam, hanem azon tűnődtem, hogy egy olyan jó szándékú valaki, mint első Károly, hogyan cselekedhetett olyan igazságtalanul és oktalanul, ahogyan néha ő cselekedett. És arra is gondoltam, milyen kár, hogy egy ilyen becsületes és lelkiismeretes embert nem érdekelt más, mint a trón. Ha egy kicsit messzebbre látott volna, és megértette volna a kor szellemet. Azért én mégis szeretem első Károlyt, nagyra becsülöm és sajnálom. Szegény, meggyilkolt király. Igen, az ellenségei, azok gonoszak voltak, ártatlan vért ontottak. Hogyan is merték megölni a királyt? Ellen most inkább magának beszélt. Megfeledkezett arról, hogy én nemigen értem, amit mond. Én még alig tanultam történelmet. Rerángattam őt a felhőkből a magam értelmi színvonalára. És mondd, Miss Temple óráim is elkalandoznak a gondolataid? Nem. Akkor nem. Mert Miss Temple mindig tud valami újat mondani, az ő előadásait nagyon szeretem, és legtöbbnyire éppen azt mondja, amit szeretnék hallani. Hát akkor Miss Temple óráin jó vagy? Mondjuk, az ő órái nem esik nehezemre figyelni. Ösztönösen figyelek minden szavára. Az ilyen jóság nem érdem. Dehogy is nem. Jó vagy azokhoz, akik jók hozzád. Én is csak azokhoz akarok jó lenni, akik jók hozzám. Ha az ember mindig azt teszi, amit a kegyetlenek és igazságtalanok kívánnak tőle, ezzel nagyon is megkönnyíti a rossz emberek dolgát. A gonoszoknak akkor nem kell félniük semmitől, és így nem is igyekeznek megjavulni, hanem mindig gonoszabbak és gonoszabbak lesznek. Én azt gondolom, aki ok nélkül bánt, azt vissza kell ütni olyan keményen, hogy elmenjen a kedve a kegyetlenkedéstől. Tudatlan csacsi kislány vagy, azért beszélsz így. Ha nagyobb leszel, másképpen fogsz gondolkodni. De én úgy érzem, Ellen, hogy lehetetlen azokat szeretni, akik, ha a lelkemet kiteszem, is utálnak engem. Szembe kell szállni azokkal, akik igazságtalanul büntetnek. Ez éppen olyan természetes, mint az, hogy szeretem azokat, akik szeretettel közelednek hozzám, vagy mint az, hogy a megérdemelt büntetésnek alávetem magam. Pogányok és vadtörzsek gondolkoznak így. Keresztények és művelt nemzetek más törvények szerint élnek. Ezt nem értem. A gyűlölettel szemben nem az erőszak a leghatékonyabb fegyver, s az is kétséges, hogy a bosszúállás begyógyítja az igazságtalanság okozta sebeket. Hát akkor mi egyéb? Olvasd az Új Testamentumot, és figyeld meg, mit mond, hogyan cselekszik Krisztus. Az ő szavai szerint élj, az ő példáját kövesd. Mit mond Krisztus? Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket.
Legyetek jók azokhoz, akik gyűlölnek és kihasználnak titeket. Eszerint nekem Mrs. Reedet is szeretnem kellene, már pedig erre képtelen vagyok. És állalom kellene John Reedet, az unoka fivéremet, ami szintén lehetetlen. Ellen Burns még semmi sem tudott Reedékről. Kérdésére most a maga módján kiöntöttem a szívemet, minden bánatomat elpanaszoltam. Beszéd közben belerovaltam magam a keserűségbe, úgy mondtam el mindent, ahogyan éreztem, nem szépítettem semmit. Ellen türelmesen végighallgatott, azt hittem, tesz majd valami megjegyzést, de egy szót sem szólt. Hát most mondd, sürgettem türelmetlenül, nincs igazam, hogy Mrs. Reed kemény szívű gonosz asszony? Az kétségtelen, hogy rosszul bánt veled, mert nem bírja a természetedet, mint ahogy Miss Thatcher sem bírja az enyémet. De milyen furcsa, hogy pontosan emlékszel minden szavára, minden cselekedetére. Ez azt bizonyítja, hogy igazságtalansága rendkívül mélyen hatott rád. Látod, én nem tartom ilyen pontosan számon, hogy ki mikor, mivel bántott meg. Te sem szenvednél ennyire, ha megpróbálnád elfelejteni nagynénit szigorúságát, sőt, azt a szenvedélyes gyűlöletet is kigyomlálnád szívedből, amelyet Mrs. Reed kegyetlen bánásmódja ébresztett. Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy huzamosabb időn át haragudjunk az emberekre, és mindent elraktározzunk, ami fáj. Mindnyájan, akik ezen a földön élünk, tele vagyunk hibákkal, ez nem is lehet másképp. De én bízom benne, hogy egyszer majd, ha romlandó testünket levetjük, hibáinkat is levetkőzzük. Halandó testünkkel együtt akkor minden bűn lehull rólunk, és csak a lélek szikrázik majd a testetten is megfoghatatlan szellem, olyan ragyogó tisztán, mint amikor a Teremtő belénk lehelte. És a lélek visszatér oda, ahonnan jött, talán valamely az embernél magasabb rendű lénybe. Talán a dicsőség fokozatait járja meg, a gyenge emberi lélek tündöklő szeráfi magasságokba emelkedik. Az az egy biztos, hogy az emberi lélek nem aljasodik gonosz ördögi lélekké. Nem, ez lehetetlen. Én valami egészen mást hiszek, valamit, amire nem tanított senki, és erről nagyon ritkán beszélek. De ehhez a hitemhez ragaszkodom. Ebben a hitben boldog vagyok, mert reményt merítek belőle. Hiszem, hogy az örökké valóság pihenés lesz, boldog otthon, nem pedig rémség és borzalom. És ez a hitem tanított meg arra, hogy különbséget tegyek a bűnös és vétke között. A vétektől irtózom, de a bűnösnek őszintén meg tudok bocsájtani. A bosszúállás gondolata nem dúlja fel szívemet, az igazságtalanság és a megaláztatás sohasem fáj túlságosan, nyugodtan élek és békésen várom az élet végét. Ellen mindig kissé lehajtott fővel járt, most még jobban lehanyatlott a feje. Láttam rajta, hogy nem óhaj tovább beszélgetni velem, inkább szeretne a gondolataiba merülni. De nem sokáig elmélkedhetett. Az egyik hetes egy durva, nagy darab lány odament hozzá, és erősen Cumberlandi tájszólással ráförmett. Ellen Burns, ha nem csinálsz rögtön rendet a fiókodban, és nem szeded össze a holmidat, szólok Miss Thatchernek, lesz majd nem ulas akkor neked. Ellen sóhajtva búcsúzott el álmaitól, felállt és szó nélkül haladéktalanul engedelmeskedett.